Sziasztok, sziasztok! Rám Gábor, lássuk az Apple-nek az iPad 6-át látjátok, aminek hát egy 80 pixeles kamerája van, tehát nem olyan jó, mint a Pro sorozatban, de itt München, amelyik a belvárosban, ahol a Bayern mint a Bayern München meg megnyerte itt a német DFB pokált, látjátok is a Bayern München kis zászlót. Perec van itt felfújva, és próbálok videót készíteni nektek, hogy megmutassam, hogy Full HD 32 másodpercen milyen videó képminőséget tudunk készíteni, hogyha süt a nap, eléggé jó, csak sajnos nagyon messze kéne állnom ahhoz, hogy beleférjen, mint az egész épület, majd az iPhone 8-al összehasonlítjuk. Hogyha csak magamat videóznám, itt lefelé, akkor látjátok, hogy a élesség már nem annyira jó szerintem, és hogyha távolra videózok vagy fotózok, akkor az is, hogy milyen gyorsan változik a napsütés, és a sötét részek között a fényezet az eléggé jó, szoftverileg itt az jól megoldott az Apple, de maradjunk itt a gyönyörű új városházánál. Amúgy, hogyha nem tudjátok Münchenről, az ott a régi városháza, ott hátul az a fehér épület, az most már egy játékmúzeum, és az új városháza, ez egy kicsit jobban néz ki. Hát igazából nem akartam túl sok mindent bemutatni, még talán megfordítom, hogy megmutassam azt, hogyha selfie videóként használnák, akkor hogy néz ki? Legalább a kamera nem áll ki a készlékben, ami eléggé jó, és még egy külön videóban, vagy sem külön videóban, most ebben a második részben mutatom, hogy az első kamera is, mert hogy lássátok, hogy az első kamera is Full HD-ban 1,2 megapixelben, vagy talán csak 720p-ben, majd kitaláljuk, milyen videó minőségben tud felvenni. Összevágom iMovie-n, és iMovie-val együtt fog majd, vagy iMovie-n át fog majd felrakni YouTube-ra, hogy tudjátok majd értékelni itt az egészet. Most teljesen kijutom a karom, és kb. Ennyire férnék bele. Tehát ennyi is volt a rövid bemutatója itt az iPad Pro-nak a hátsó kamerájának. Ugorjunk át az első kamerához. Tehát folytassuk az, hogy az első kamera milyen a képernyő mellé kell persze nézni a kamerába bele, mert hogyha képernyőre nézek, akkor így néz ki az egész. Tehát itt most pontosan magamra nézem, de olyan, mint hogyha nem tudom, egy 3 méterre arra nézek, tehát maradok arra, hogy a kamerára nézek, és látjátok, az első kamera is eléggé jó. A háttérben itt van az épület, tehát a széles látószöge kicsit jobb, egy méter sem ment a marrébb, kicsit fúj a szél, de attól függetlenül eléggé jó a minőség. Csak persze nem tudja, hogy hova fókuszáljon a kamera, hogyha itt csak a kész, az épületet veszem fel, akkor látjátok, hogy ez már eléggé pixeles. Kíváncsi vagyok, a mikrofon mennyire bírja, most a tetejénél pont a kameránál van egy mikrofon, persze több mikrofon is be van építve, tehát skype-olása, facetime-ozás eléggé jó a készlék, és itt van még egyszer az, hogyha az iPad 6-tal csak úgy a utcát, amit láttatok az előbb levideózok, így néznek ki. Tehát szerintem több minden már nem is kell bemutassam, amit eléggé jól látjátok, hogy milyen a minőség, közben néztetek nem Gábor Lázs, legközelebbig, és sziasztok!